Sziasztok, üdvözlök nagyon sok szeretettel mindenkit, és most a Zalát fogom nektek itt bemutatni tesómmal. Nagyon szép kis hely. Köszönj, Zali! Ja, sziasztok, srácok! Ja. Én már itt nézelődök, most kijöttünk ide motorra. Kijöttünk, ja, a motorok ott vannak fönn. Valaki horgászik. Nagyon szép kis hely, és eléggé széles is. Tehát, hogy anyák, fogom ezt nektek így mutatni jobban. Nagyon jó kis hely, srácok. Aha. Aha, de jó. Hú, itt majd nyáron, mikor majd Zali meleg van, itt majd lehet hüssölni meg minden. Aha. Hú, elég nagy nyom. Aha. Kutyával járhat le valakire. Aha. Ott a bottartó, látod? Ja, itt egy bottartó látom, ez már régóta itt volt. Na, ilyen széles. Várjál, beállok így. Lehet látni, ide legugolok, és akkor lehet látni, hogy kb. Hogy milyen széles lehet. Várjál, honnantól? Mindjárt majd innét próbálom mutatni. Itt nálam is lehet látni, ha én így állok. Aha, na így, beállok ide. Mindjárt fordítom ki, és így lehet érzékelni körülbelül, hogy... Olyan... 6 méter körül. Úgyhogy a... Elég széles. 6. Jó széles, srácok. Tehát azért eléggé az. Eléggé széles. Szia Balázs, üdvözlök! Üdvözöllek! Én is! Ha nézed a videót, meg tesóv is! Odan tesóv is! Szia Balázs, üdvözlünk! Úgyhogy ja. Lesz horgászat itt, az biztos. Tudom, hogy nézed a videónkat. Úgyhogy ja! Balázsnak is mutatom része, úgyhogy elég jó hely. Hát ott van tesóm, és akkor lehet látni, hogy úgy kb. Milyen széles lehet. Úgyhogy nagyon szép kis terület. Jó, én arra nem megyek, mert sár van, de arra biztos, hogy végig lehet arra menni, úgyhogy. Úgyhogy ja. Ja. Ott vagy a tesóm. Na mindegy, menjünk akkor egy picikét erre. Mi van erre? De most eléggé lassan folyik. Nem olyan vadassan megy. Úgyhogy itt lehet látni, hogy itten szépen csordogál a víz. Szép lassan. Úgyhogy... Ja, biztos, hogy lesznek itt pacázások majd. Biztos. Messze van, Zari? Hát... Ebben a nádban nem nagyon akarok ide belejönni. Aha. Ja, nem tudom, milyen mély lehet, srácok. Nem tudom, de... Eléggé az. Biztos. Ja. Nagyon szép, srácok. Nagyon szép kis... vidék ez. Kijövök, Zali! Nagyon szép. Mutatom a panorámát, különben nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű. És akkor itt a Zala. Megy itt lenn. Tesómot bóklizik. Kifelé. És akkor itt megy, ott a híd. Ugye megnézzük majd. Na, csak ennyit akartam, srácok, mutatni nektek, hogy nagyon szép hely. Hát, szélesebb, mint a hévízi zsilip. Az biztos. Mondjuk annyival jobb, hogy nincs tökleveles, meg ilyenek. Annyival jobb, hogy nincs töklevél, meg ilyenek. De biztos, hogy ebbe is van akadó, mert az ágak azért letörnek meg minden. Arra mi lehet arra szerinted? Hát arra... Mit tudom én. Arra jó messze. Hát megy az ala.
Ott van egy szép kis templom, mindjárt rá is zoomolok. Üstölöknek a kémények. Megnézzük. Jó kis videó lesz ez is. Hát itt magyar. Tudod, mi füstöl a kévénye? Figyeld, rá fogok zoomolni. De az nem a templomnak a tudom, kévénye. Figyeld, rá zoomolok. Uh-huh. Eddig visz, mindjárt megnézzük. De csak óvatosan, mert akkor lesz jó az autó. Egy kereszt. Ennyi? Nem. Ennyi. Ja. Templom, mellette. Ú, de szép. Az nagyon szép. Hát itt is vannak a dombok. Ezek dombok, völgyek. Minden van. Jó, tőzeges. A napocska. Vannak itt lovak, állatok. Nyáron ez itt nagyon flash lesz. Nagyon-nagyon nagy flash lesz ez. Ja, hú. Gyönyörű hegyvidékek minden arra. Francára megtúrta a disznó arra, ez a fekete. Látod azokat a földeket ott? Középen zoomolj már, annyi a franc van ott. Látod, amit mondok? Megnézzük kamerából, mi az. Lassan. Mi az disznó túrás? Fókusznak zero. Nem tudom mi ez. Fogalmam nincs. Állítólag van benne, hol mondtad? Aha. Van benne mindenféle hal, srácok, mert itt a faluban mondták süllő már. Is van benne. Van benne süllő, csuka, minden van benne, csak ilyen nem nőnek olyan nagyra meg, de állítólag a kárászok nagyobb benne. Nagyon szép, nagyon ha szép dombos. Van, itt, nagyon szép rész, srácok, tehát tényleg azért magáért beszél, na. Na, megyünk vissza itt a mocikhoz. És akkor itt van a híd. Ott vannak azok a hegyek, amiket mutattunk az egyik videóban. Ja, de az. Még az egyik része. És akkor a másik oldalt arra, gyönyörű hegyek, minden. Milyen fekete itt is. Mindjárt zoomolok arra, minden gyönyörű. Nem látsz benne kis halat? Gyönyörű hegyek, dombok, minden. Úgyhogy, ja, nagyon szép. Mocik. Ja, itt az új mocim, ja. Hát, szegény fehér zérem. Megadta magát, úgyhogy abban nem is foglalkozok. Mindjárt rázumbolunk. Itt a híd. Ott van egy piros azon a száraz fán. Lehet úszó. Hol? Ott van a. Hol van? Éda, ott a fán, a. Ja? A piros, zoomolj már a. Aha. Látod, hol van? Látom. Úszó lesz. Mi ez a piros? Mindjárt megnézzük. Lassan. Beszarsz. Mi az? Villantó. Az? Baszki, ott a horog. Aha. Villantó. Villantó. Gumihal. Az. Valaki beleszakad. Az. Tudsz még zoomolni? Nem. Nem. Ha lehet látni a zsidót. Aha. Löbögteti a szél itt teire, oda, fő van oda tekeredve. Aha. Jó, valaki, húrkolt, valaki szegény fennakadt. Az! Az mi? Az! Milyen mély lehet ez te? Úgyhogy... Ja! Ha erre tudok, megpróbálom ebből az irányból beesni a kamera. Nagyon nagy gáz. De különben a srácok az a gáz, hogy ezzel nincs pauze. Aha. Nincs pauze a kamerámon. Most tehát... most néztem. Stújból csak rá akkor tudok pauzézni, hogyha megcsináltam a videófelvételt és visszanézem a videót. Nincs pauza ezen a kamerán. Ja, az villantó. Nincs rajt. Oda rá van, oda tekeredve. Ott a horog is. De lehet, hogy veszünk majd egy jobbat. Na srácok, úgyhogy ja. Ezt akartam nektek még megmutatni. Meg ugye a Balázs a nagy spanunk,
Hogyha most ő is nézi fogja ezt a videót, akkor itten tökéletesen fogja látni, hogy mi a szitu. Átmegyek erre a felére is, mindjárt ide beállunk. Szali, bászod is, akkor lehet érzékelni, hogy mégis, hogy mekkora, na. Hatalmas. A bász oda. Bász oda. A hévízi kifolyónál szerintem bőven széles. Gyere még idébb, és akkor itt lehet látni, hogy így bászom mekkora kávé. Kicsit így legugoljak? Nem kell. Ja, jó van. Jó, nagy. És akkor így lehet látni. Nem rossz. Ja. Úgyhogy ott az ala, gyerekek. Vigyázz. Szép, gyönyörű környezet. Gyönyörű. Meg kell hagyni. Na, srácok, akkor ennyi lett volna a Zalának a bemutatása. Mi is ugye most kezdünk ugye szétnézni, hogy mi van, merre van, hogyan van. Még ugye hozzá kell szoknunk, de biztos, hogy lesznek videók erről is majd. Nyáron majd. Ja. Itt tuti fognak ám horgászni többen is. Sajnos ugye nem jött össze tavaly a horgászat, ugye ez a vírus véget is, meg minden. Csukázni, mi? De hogy milyen mély lehet, azt nem tudom, srácok. Srácok, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen akkor dobjatok azért egy lájkot. Ha akartok még ilyen felvételeket, akkor írjátok meg azért kommentbe, vagy hasonlókat. Szavizari Szazó, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!